Szép jó reggelt mindenkinek, elérkeztünk a harmadik napunkhoz itt Oszakában és Japánban itt együttvéve. És a mai nap nagyon izgalmas lesz, egy extra különleges helyre fogunk itt menni, kicsit a városon kívül. Én szerintem, hogy az oszakai napok alatt ezt vártam így a legjobban. Látható. És talán beszereztem három tök szupernek tűnő zsákbamacskát Kitty videójába, szóval azt is mindenképpen nézzétek meg, amit most fogunk kinyitni majd hamarosan, de előtte reggelizünk. Ez nem normális az lány. Egészségedre! Good morning, sister! Hi, sisters! És majd tartok nektek egy holt is, amiket vettem, de nem... nagyon jó, hogy ilyen fogok lefújni az orrod. Azért, hogy itt nem fújhatom, itt muszáj kifújnom, vagy ott van. Ja, igen, amúgy ez is akkor egy kis érdekesség nektek. Japánban így nem szokás, hogy az emberek fújják zsebkendőbe az orrukat, mint az utcán, vagy bárhol. Egy embert látunk, de szerintem biztos, hogy nem Japán volt. Tegnap vettünk egy kis croissant, amúgy ezt már telfél megkóstoltam, és nagyon édesnek tűnik, szóval remélem, hogy majd jó lesz ezekkel. És vettem kettő ilyen japán joghurtot. Igazából nem tudom, ez valami szőlős akar lenni, szóval amúgy fogalmam sincs, hogy milyen lesz az íze. A másik pedig ilyen mindenféle ízű. Ez azért tetszett meg, mert el van írva, hogy 98 kalória csak az egész. Kóstold meg, nagyon jó. Közben már tolja itt a giga almáját. Rédus, nagyon jó. Én almát reggelizek, gyümölcsöt és ilyen kekszeket, és tegnap a tegnapi videónkban voltunk. Azt mondom, hogy dupla promót voltunk akar. Ilyen vegán kajáldába, és ott vettünk ilyen vegán kekszeket. Ebben vannak ilyen darabok? Ez szőlő darabok szerintem. Érdekes. Ebben szőlő darabok, igen. Most ez isteni finom. Örülök. Megtunkolom. Extra édes ez a croissant. Nem szeretem a tömény édeset. Meg nagyon vajas íze van. A muszáj nem nagyon jó. Az azt hiszem zabos. Úristen. Jó. Azt meg akarom nektek mutatni, hogy ebben a lakásban minden milyen alacsonyan van, szóval látszik, hogy nem rám lett ez tervezve. Tudom, hogy hogy jön át, de ez a lámpa is kb. Én így eddig érek neki. Az ajtónak is eddig érek. Ennek is kb. Eddig érek. Mert Ati mindegyik lámpát lefejelte. De és többször volt, is. Igen, tegnap az volt, hogy ment, ezt is lefejelte, és az egyik körte kiégett. De igaz. Úgy ilyenekben van az összes ruhám becsomagolva, halljátok, ez nagyon jó, ez a kis téglalap, majd belinkelem leírásba, Amazonról vettem csomó ilyet. Sokkal jobban tudjátok így a ruhátokat így tárolni, így elcsoportosítani, meg több is elfér, ugyanis így, ez így összeszűkíti a helyet, vagy hogy mondjam. Halló, halló! Elejtettem a kamerát, és most nézzük, hogy jó a hangja is, mert betört az eleje. Mozog a lámpa, mert természetesen megint nekimentem. Úristen, várjátok, ki fog esni belőle a villanykört, megigazítom. Tipikus Attila, ahogy leraktam ide állványra a kamerát, a kamera lecsúszott, előre esett, és betört az eleje. És előbb be se akart kapcsolni, mert így nem tudott kijönni a lencse, de most már nagyjából jó. Egyszerűen... ez a kamera szegény meg van átkozva, ez sose volt velem, szóval így eltört az eleje, így meg van teljesen nyomódva. Most eléggé szomorú vagyok, de mindegy, vegyük azt a holt, minden rendben van. Álmám, hogy normális az a párnodik. Egyik dolog, amit tavaly beszereztem, az ez. Ez egy zsákbamacska. Az egyik kis plázaszerűségnél találtunk egy ilyen Sanrio-s, ahol mindenféle ilyen cuki figura van boltot. És ott volt egy ilyen zsákbamacska, hogy ki kellett húzni egy ilyen dobozból egy papírt, amúgy tudom, hogy nagyon kicsi ez a felső, de ez direkt ilyen, mielőtt valaki írja kommentbe. Ez egy kis dobozból ki kellett húzni egy papírt, és ahányan számot kihúztad, azt a zsákbamacskát kaptad meg. Voltak ilyen picikek, de voltak ilyen nagyon nagyok is. Kitikét megkértem, hogy olyan szerencsés kezével húzzon egyet. Egyik legkisebbet húztad, de aztán lehet, hogy tökre jó lesz. Ennek a kinyitásával megvárom őt. Pokémonos zsákbamacska. Ezek ilyen parfüm formában. Van benne minden fajta, ez a 6 darab. Vettem ezen kívül még fonalakat, ugyanis itt van Daiso, majd a horgolpont szeretett Instagramon csinál belőlük valamit. Ezen kívül még vettem kettő ilyen Sanrio figurás, van ez a kis béka, volt, hogy is hívják, cinnamonrólos lapfogó, vagy tudjátok, ezt így a lapokat össze lehet fogni. Aztán úgy vagyok vele, hogy
ez mindig jól jön egy cuki szóvalja. A következő egy ilyen kis totoros kis kendő, és úgy vagyok vele, hogy ez így arctördőnek igazából tökre jó lesz. Ezen kívül vettem ilyen ívis átlátszó evőpálcikát, egy 30-as maszkot, és helyettek nagyon durva, ez a 30 darab maszk került 300 forintba, nálunk otthon szerintem egy darab kerül 100 forintba. Ugye itt kötelező beltéren a maszk, kültéren ott nem kötelező, de hogyha sok ember van valahol, azért nagyon ajánlják. És az utolsó dolog, amit beszereztem tegnap, aminek talán a legjobban örülök, van a kedvenc Japánban élő videósom, Sandai Love. Nála láttam, hogy ő is az egyik videójában szerzett magának egy ilyet, és mégpedig ez egy ilyen templomfüzet. Nagyon szép ennek a borítása. És amúgy ez így, jaj. És ez ilyen harmonikaszerűen nyílik ki. És ez igazából arra jó, hogy ugye Japán tele van a területén templomokkal, és a különböző templomokon tudsz pecséteket gyűjteni, hogyha van ilyen templomos füzeted. Például az első templomnál ezt a pecsétet kaptam. Na, Krisztike, ott van a kettő zsákbomacska, válassz egyet. Nekem amúgy... Egyik se. Ez talán ez a Pikachu-s. Ez a rózsaszín. Az annyira nem, mert szerintem ez gicses, vagy pedig ő. Na. Ezt akarom, ez olyan nyomi, nézd, ide arom. Kit mindegy Pokémonból a nyomikat szereti, na nyisd. Nagyon aranyos! Aj, ezt tuti, te nem fogod tudni kibontani. Mi? Nem. Nem mondj ilyeneket. Ki olyan rosszat mondtam. Nem mondj ilyen oment! Nem mondj ilyeneket! Ott van mögötted az oldó, a második. Mi? A második fiúban ő, ez mi volt? Az melyik? Ez az a szép, ez amire mondtam, hogy gicses. Oh, úristen, azt akartam! Nem olyan, akkor aha. Ezt megtartam. Mi? Nem, nem. Na, Kriszti összelegózta. Ez rohadt jó, ez ki, ne én jövök. Amúgy nagyon nehéz. Uti. Amúgy van súlya, azzal van ebbe anyag. Igazából amúgy nekem nincs most különösebben az, amelyiket szeretném, mert ebből szerintem mindig rohadt jól néz ki. Hú, ezt a piros nyuszit nyitottam. Jaj, ez nagyon aranyos. És ez illik a ruhámhoz. Addig leállítottad. Na, de én nem akarom. Itt vagyok, hello! Képzeljétek el, lehet lesz közös tetkónk itt a villában. Ezt akartam mondani, mondd nekik a tetkón. Na, és készen is lett. Nézzétek, így néz ki a kettő. Gyere közelebb, nyissuk ki ezt. Gyere, te közelebb. Majdnem, ugye nem hülyeség. Nem, nem, a figura azt tetszik, csak nem értem, ez mi. Két jaj, dolog is nem. Van benne. Nem. Hajgumi! Azt a... Ilyen pompom. Pompom purin, vagy mi az ennek a neve? Ilyen hajgumi. Úristen. Valamiket nem rakod be a hajadba ma? Akkor ezt majd látod, adom a Barbie-nak. Tetszene. Na és Kitikével meg is indulunk a mai helyszínre, ami nem más, mint a Minó Park, egy órára van kb. Így Oszakától, és ez egy gyönyörű ilyen kirándulós hely, ahol lehet enni, hogyha minden igaz, juharlevelet, úgy tudom. Ó, ezt a holnál elfejtettem megmutatni, még vettem egy ilyen kitűzőt a táskámra, és amúgy ez itt nem látszik most nagyon, de ez ilyen csillogós. Várjánk a Minó Park! Képzeljétek el itt a Google Maps, annyira modern és menő, hogy még azt is jelzi, hogy hányas szerelvénybe, vagy vagomba, vagy mibe szálljunk fel, melyik kocsiba. Eltévedtünk! Haló! Fény szerintem nem a legjobb, hát igazából nem igazán tudjuk, hogy merre kell menni. Most elindultunk felfele ezen az első utcán, ami itt volt. Úristen, ezt nézzétek, mennyi datolja szilva, ezt imádom, szerintem veszek ebből. Élvezed a terapeutik sétát a minói erdőben, gondolom, hogy ilyen nagyon nyugtató. Azt a, ezt a hotelt nézzétek, és ez a lift viszi fel oda az embereket. Ez nagyon durva. Hú, gesztenye. Odajött hozzám. És megkínáltak. Igen, én megmondtam azt, hogy no, thank you. Még ez a kerítés is ilyen falevél mintájú. Kitike pedig rohan. Kóstoljuk, jaj, kiég közben a szemem. Mennyi. Vigyázz, olyan fejedre sem valami. Nézzétek, milyen édű kis csalmot találtak itt. Nagyon édes. Ohio. Can we get one? We need to know this. We need to know. I don't understand where to go. To go? Yeah. Arigato. Éppen a hölgyek ott készítik. Nagyon jól néznek ki. Itt van a kis falevél. És hát akkor kóstoljuk meg, hát erre nagyon kíváncsi vagyok, mert amúgy sejtésem sincs, hogy milyen lesz.
És tényleg itt van benne a falevél. Látjátok, ott van benne a falevél. És milyen? Isteni íze van, halljátok. Milyen íze van? Olyan íze van, mint egy nagyon finom keksznek. Nézd, itt egy aranyka kialul. Ez micsoda, egy imádkozó cica? Igen. Ezt nézzétek, ott egy tábla, és azon rárak, hogy ne etesd a majmokat. Most ez mi? Ebben az erdőben vannak majmok? Ó, itt egy majom. Tényleg vannak ebben az erdőben majmok. Itt is vannak ilyen kis talizmánok. És Kitty, miért veszel barátnődnek a katának? Ez Jonas. És ugye, mint mondtam, itt is van ilyen kis nyomda a kis templomos füzetembe. Ez a szuhapatya. Milyen? Ide bedobom oldalra. Mit? A falevel. Bedob egy falevelet a társadalom. De az miért baj? Hát az is emlék. Mert nem jó a fény. Majd, 50 év múlva. Ez egy japán falevel. 50 év múlva így mutatogatod az unokáidnak, meg az enyémnek, azt, hogy nézd, ezt még Japánba szedtük a hugommal. Nézzétek, most jönk itt félúton. Ja, igazából ennyi. Kicsit megpihentünk, és itt is vannak ilyen kis üzletek mindenhol. Mindenhol kapható amúgy ez a levél is, meg ez az adatója szilva is mindenhol ott van. Úgy látszik, hogy itt ez valami nagy dolog, én ezt amúgy nem tudtam. Vettem egy kis kávét, és halljátok, annyira aranyos volt a néni, meg a, nem tudom, szóval a lánya oda jött hozzám, hogy így eladja nekem. Majd ötször rámutattam, hogy ezt kérem, mire mondták, hogy de ezt? Én mondom, hi, igen. És azután még elkezdett velem beszélgetni a néni, de mondom neki, hogy I don't speak Nihonjin, az a japán, azt hiszem. De így mondták nekem, folyamatosan nagyon aranyos volt, utána mutatott a vízesésről a képeket, szóval szem arra gondolt, hogy szép lesz a vízesés, és mindig mondta neki, hogy hi, arigato, arigato, hi, yes, beautiful, hi. És akkor így ennyi. Akkor most megiszom a kávé, megeszem a faleveleket, ugye, és a Kittike nem kér, azt mondta. Miért nem? Nem, nem akarok faleveleket. Mekkora hold fejed van. Igen, de ez a pulcsi nagyítja a fejemet. Igen, a pulcsi. De tényleg, mert most, hogyha a fehéret látjátok, látod? Amúgy tényleg. Mi van? Meg. Jövünk visszafele, és a fenti egyik shopba vettem ilyen dangót. Ezt a színeset szerettem volna, de adtak mindegyikből egyet. A színeknek van is valami jelentése, azokat így nem tudom, de majd megnézem. Na nézzük. Az nem állottam, azóta extra nyúlós, nem mintha nyers tésztát ennék. Igen, én mondtam. Amúgy finom, de nagyon furi, megkóstolom a többit is. Legyen ez. Az ilyen karamell? Valami karamellnek tűnik, de ilyen égetett cukor íze van. Aha. Ez annyira nem jön be. Nem jó? Nem tudom elrágni, annyira rágós. És ez az utolsó, hát ez néz ki szerintem a legnem bizalomgerjesztőben, de nézzük, lehet, hogy jó. Nem tudom, ez nagyon puri. Nem tudom egyszerűen, mi lehet ez a tetején. Hát ez annyira az ízlésű rágom. Nagy nehezen hazaértünk, elmentünk az egyik állomásra megvenni a Shinkansen vonatra a jegyeinket, de erről majd úgyis majd még lesz hír a Kitikek egyik videójába. Azt a jel megtaláltuk, ahol azt meg lehet venni. Utána most még vettünk egy boltban magunknak vacsikát, mindjárt mutatom is, hogy mit fogok enni. Napi nap 15,5 km gyalogoltunk, ma pedig már 10 és felett, szóval itt keményen megnyomjuk a dolgokat, na de zaba time. A Kitike már le is pattant, szegény még nem is evett egész nap. Ne kérdezzétek, nem értem. És nem olyan sokat reggelizett. Most a nuggetset fog enni ilyen hotdog kifliben. Na mi a baj, nem néz ki jól? Fura. De ne félj ennyire tőle, vettünk ilyen mikróban megmelegíthető nuggetset. Na milyen? Uti, adj belőle. Hát ja, amúgy elég fura. Csacsa Kitty nagyasszony, eszi a salátalevelét a hotdog kiflivel. Ez mi volt? Ti megijedtél a hotdog kiflivel? És amúgy így néz ki ez a jegy, amivel majd fogunk menni a Shinkansenen. Ebből van nekünk 4 darab, ugye van 2 odánk, 2 visszánk. Tehát nem a legolcsóbb mulatság ez a vonat, úgyis oda-vissza került szerintem ez a 4 darab jegy 56 ezer jenbe kb. Hát nem a legolcsóbb, de ez a leggyorsabb a városok között, meg szerintem nagyon megéri, ugyanis én nagyon akarom ezt az élményt, már régóta ki akarom
próbálni, de most már tényleg nyitottam a vacsimat. Kittinek most volt egy hisztérikus epizódja szegénykének a kaja miatt, hogy nem jó a nuggets. Elsírta magát, de szerzünk neki jó nuggetset. Hamarosan újba elmegyünk a Shake-Shack-be. Kitty nem szereti a japán ételeket, ami szerintem teljesen oké attól, hogy ha valaki el akar jönni Japánba és szereti a japán kultúrát, vagy meg akar ismerni a helyet, attól az ételt azt nem kell szeretni. De nem, az is bezavar, hogy ugye fáradtak vagyunk, és azért vagyok ilyen hiszt is. De most pihenj ennyit, aludjál kicsit. És én sushit fogok most tenni vacsorára, és ezt már nagyon vártam, ez az első sushi Japánba. Igazából ez ugye most nem egy étermes sushi, hanem bolti sushi. Az elsőt már nem emlékszem azt, hogy hol vettem, a másikat azt most előbb az egyik boltban. Azt sem tudom, hogy milyenek, azt hiszem. Igazából amikor 3 éve itt voltam és a 7-Elevenbe vettem egy sushit, az is valami mennyei volt, kb. A legjobb, amit ettem. De előtte egy kis cool time. Kívánom, hogy jó legyen a sushit. Kipulja az orrom, ha már az utcán nem tudom. Mennyi haza csaj magadnak? Nagyon finom, friss, csak kicsit száraz, itt van hozzá szósz is. Adjatok mindjárt hozzá, van wasabin kis szósz is. Kilőttem a wasabit a ruhámra, Kitty. Jó, hogy nem vagyunk otthon. Mert bejött a hideg front, és egy hét tél lesz. Kis szójaszósz, ne kastél. Na sokkal jobb, csak van benne valami, ami nagyon kemény. Adok rá 10-ből 7 pontot. És akkor most nézzük ezt a nagyot, amit most vettem. Ugye, mert ez jó lesz. Jó óriási, ez sokkal puhább. Kicsit olyan füstös ízelem. De ez jobb, ez sokkal jobb, erre 10-ből 8 pontot adok. Zabálok aztán, majd talizunk valamikor. Jaj, de nem tudok futni, várjál! Ez jobb látvány szerintem! Milyen érzés újból adott tamborin lenni? Hát nekem nagyon sok itt az ember, szóval... Igen, de várjál, még nem, most nem láttuk, hogy sok ember. Most is sok ember van? Igen, sok ember van. Szarjós bolt, ahol tele van ilyen nagyon-nagyon cinnamonrólos cuccokkal. A szarjós figurákból ez a cinnamonról a kedvenc plüssem, és szerintem ez nagyon édi. Halljátok, ez nagyon vicces, ideértünk, és 5 perc múlva kb. Lehúzták a rolót. Visszaértünk a szállásra. Kitty már itt megkapta a Shake-Shack-jét. Jó, most a sokkal jobb állapotban van, most már kezd bepörögni a lány. Készíti ott magának a kis nuggetsét krumplikával, nekem pedig egy hamburger lesz, mint tegnap. Nem kínos, ilyet teszek Japán? Hát, hogyha ez is sik jól, akkor nem kínos. Igazából most már csak pár helyre mentünk be, például a Daiso-ba, ahol vettem még ilyen fonalat, ugye volt ilyen toffee fish színben. Igen, bementem egy szarjós boltba, ahol vettem magamnak egy-kettő cuccot, valamint Clownnak és Barbie-nak a szülinapi ajándékát is beszereztem, ugye, és amikor hazérek innen Japánból, mi van? Bocsánat, csak a Kata barátnőmnek elküldtem, hogy ugye van itt Shein-ból, és írta azt, hogy én vennék valami jót nekem, mármint neki. Katataka. Másnap lesz egyből a szülinapjuk, szóval mi 26-án megérkezünk kb. Éjfélkor Pestre, és nekik 27-én este 7-kor már szülinapi buliuk lesz, szóval az jó lesz, mutatom is, hogy mit szereztem nekik. Ebben a nagy zacskóba rakták be a dolgokat, amiket vettem, és ez egy ilyen tax-free zacskó. Az adót levonták a dolgoknak az árából, és ez úgy van, hogyha turista vagy, és odaadod az útleveledet, akkor levonják így az árát, de berakják egy ilyen zacskóba, és csak akkor nyithatod ki, hogyha elhagyod a Japánt, különben, hogyha korábban nyitod, így rá is mérve, akkor ki kell fizetned az adót a reptéren, szóval ja. Magamnak megvettem ezt a plusz, mint látjátok, kitkelt magák egy zoknit, ilyen kis lapocskákat is vettem, és a lányoknak ezt a 2 nagyon-nagyon puha takarót vettem. Van egy ilyen rózsaszín figurás a Clownnak, ennek a figurák a nevét nem tudom, és van egy Hello Kitty is a Barbie-nak. Ezek ilyen extra puha kis takarók, talán jobban látszak. Szóval most megyünk, kajálunk, nézzünk Ázsia Express, nagyon elfáradtam, hogyha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok. Én valamit mondani. Nézd meg a holnapi videónkat. Oksi. Hogyha tetszett nektek ez a videó és tetszik nektek ez a sorozat, akkor írjátok meg lent kommentben, hogy eddig mi volt a kedvenc pillanatotok, vagy ilyen érdekes infotok, amiket esetleg ebből a sorozatból kaptatok. Hogyha tetszett nektek, nyomjatok erre egy lájkot, és mindenképpen nézzétek meg Kittikek a holnapi videóját, ugyanis hát lesz egy nagyon izgi programunk. Kittike, hova fogunk menni lehet? Holnap? Tudod? Valahol. Tetkót menjünk csináltatni. Na csak ennyit mondunk erről, valamint érdekes templomokba, stb. Szóval izgi lesz az a nap is, és tartsatok velünk, menjünk zabálni, kipulcantam, sziasztok! 1000 puszi, csá! A következő rész tartalmából. És akkor jó. Megijedtem. Értek, előbb én bementem, azért van rajta a maszk mosdóba. Kitotta az ajtót, hogy be akart jönni, és meglátott engem, és így csinált. És így visszalépett, kirepett, és becsapta az ajtót. Városnegyed. Hát igen, és így ilyen amerikai cuccokat lehet itt kapni igazából, és ilyen boltok vannak, és megint elütnek. Én mondtam, hogy össze fog jönni, szóval ma 4 órára jövünk vissza, és akkor lesz egy tetkónk. Jól behányok, mennyire itt.